Az aktuális stúdiót látják, jó estét kívánok, kedves nézők! Mai vendégünk dr. Horváth Gyula, aki a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatási Központjában dolgozik, itt Pécsett és regionális kutatási szakértő, hogyha jól mondom ezt a tudományt, jó estét kívánok! Jól mondtam? Igen. Az a regionális kutatás, az tulajdonképpen azt hiszem, hogy azért került előtérben mostanában, mert az európai csatlakozásnak ez, mint hogyha az egyik jelszava lenne. Valóban így van ez, szóval az európai csatlakozás előtanulmányai megkívánják-e azt, hogy kiterjedt regionális kutatásokat folytassunk? Hát részint a európai területi munkamegosztásba való bekapcsolódás kívánja meg, másfelől is talán ez sokkal fontosabb, az ország térszerkezetének a modernizációja kívánja meg azt, hogy alapos ismereteink legyenek arról, hogy milyen folyamatok, térbeli folyamatok játszódnak le Magyarországon, a piacgazdaságra való áttérés milyen változásokat idézett elő az ország térszerkezetében, és melyek legyenek azok a fejlesztési irányok, amelyek egy korszerű, az európai versenyben működőképes regionális szerkezetek lesznek. Abban, hogy egy régió hogyan alakul ki, illetve hogy hogyan, miként, mit nevezünk régiónak, abban mi az ok és okozati összefüggés? Tehát van egy geopolitikai helyzet, ami természetesen régióvá válik, vagy pedig a fejlődésnek valamilyen más irányai, mutatói, trendjei azok, amelyek régióvá teszik a régiót? Vannak történelmi előfeltételei, kulturális, lokális, globális körülmények is hatnak a régió kialakulására, de alapvetően azok a gazdasági folyamatok befolyásolják a gazdasági tereknek a szerveződését, amelyek a fejlett piacgazdaságokban az utóbbi pár évtizedben kibontakoztak. A lokális piacok helyett ma már regionális piacokban gondolkodik a gazdaság, sőt, európai piacokban, vagy még ennél nagyobb méretű rendszerekben. Tehát bővül a gazdasági tér, egyre tágabb lesz az a környezet, amelyben egy-egy gazdasági egység működni tud. Szélesednek azok a együttműködési hálózatok, amely a gazdaság versenyképes működésének előfeltételét jelenti. Tehát ma nem csupán a település a gazdasági tevékenységeknek a fő szintere, hanem ez a kör sokkal szélesebb. A régiók mennyiben tartják tiszteletben az országhatárokat? Átnyúlhat-e esetleg ez a régió mondjuk Horvátország vagy Ausztria fele, Dél-Dunántúl? Természetesen átnyúlhat, hisz az és át is nyúlik? Európai. Hát ma nem nyúlik át a történelmi régiókat, az ismert események szétszabdalták, már a első világháborút követő békeszerződések olyan sokszor áthatolhatatlan falakat építettek az országhatár két részén elhelyezkedő térségek között, hogy ezek a kapcsolatok szinte minimálisra zsugorodtak. De Nyugat-Európában számtalan tapasztalat van arra, hogy korábban együtt nem működő politikai, történelmi, egyéb okok miatt együtt nem működő térségek ma már kompakt eurórégiókat alkotnak, ahol közös infrastruktúrális rendszereket működtetnek, közös közlekedési hálózatban működnek, közösen használják a repülőtereiket, és a többi, a felsőoktatási intézmények közti munkamegosztást országhatáron átnyúló módon szervezik. Ennek számtalan előfeltétele van, politikai kompromisszumok és megállapodások nyitnak utat az együttműködések irányába. Ön azt mondta, hogy azt vizsgálják, hogy a piacgazdaságra való áttérés az milyen változásokat okozott a régiók szerkezetében. Ez azt jelenti, hogy 90 óta Magyarországon átalakultak a régiók? Netán eltolódtak a régiók határai egymáshoz képest? A régiók határai nem tolódtak el, mert hogy
jól definiált regionális határok nem voltak Magyarországon, történelmi okok miatt a regionalizmusnak Magyarországon különösebb tradíciója nincsen. A középkorig lehetne visszanyúlni ezeknek az okoknak a magyarázatában. A piacgazdasági átalakulás azonban eltérő módon érintette az ország egyes térségeit. Vannak az átalakulásnak nyertesei és vannak vesztesei. Mint ahogy 20-25 évvel ezelőtt a Nyugat-Európában a gazdasági szerkezet átalakulásában lejátszódott változásnak is voltak nyertesei és voltak vesztesei. Vesztesei ugyanazok a régiók voltak Nyugat-Európában, amelyek Kelet-Európában, vagy Kelet-Közép-Európában, vagy Magyarországon is. 30 évvel ezelőtt a nehézipar visszaszorulása hasonló szerkezeti problémákat okozott, nagyobb kiterjedésű és több milliós népességet érintő regionális válságokat váltott ki Lotaringiában, Észak-Kelet-Angliában, Németország különböző területein, Észak-Rajna-Vesztfáliában. Ez a szerkezeti átalakulás, ez Magyarországon is megjelent, nem csupán a politikai rendszer átalakulása okozta a regionális problémákat Magyarországon, hanem a gazdaság szerkezeti átrendeződése váltotta ki alapvetően ezeket a negatív tendenciákat. Nyertese a statisztikai adatok és mindenfajta vizsgálatnak a eredményeit figyelembe véve ennek a változásnak a főváros és környéke, illetve az Észak-Dunántúli térség. Egyértelmű vesztese ennek az átalakulásnak Észak-Kelet-Magyarország, részint a agrár és élelmiszer gazdaságnak a szerkezeti átrendeződése, másrészt pedig a nehéziparnak a leépülése miatt. Vannak átmeneti helyzetben lévő régiók Magyarországon, a dél-dunántúli térség tartozik ebbe a kategóriába. Nincsenek olyan mély válságjelenségek, mint az ország északkeleti térségeiben, de nem mutathatók ki azok a modernizációs jelek vagy folyamatok sem, mint az észak-dunántúli régióban. Egyébként hány régió van Magyarországon? Értelmezhető ez? Értelmezhető. A nyugat-európai tapasztalatok azt jelzik, hogy körülbelül 1,5-2 milliós népességszámú régiókkal lehet számolni. A szóródás rendkívül nagy, történelmi okok miatt Németországban például vannak 10 milliós népességszámú nagy tartományok, Bajorország vagy Baden-Württemberg, de vannak kis lélekszámú régiók is, Olaszországban pár százezer fős régiók is vannak. Magyarországon különböző elképzelések fogalmazottak meg az ország regionalizálását illetően. A mi intézetünk hosszú idő óta következetesen azt a véleményt képviseli, hogy a térszerkezeti, a térkapcsolatok alapján 6 régió lenne célszerű Magyarországon. Dunántúlon 2, Alföldön 2, Észak-Magyarországon 1, illetve Budapest és Pest megye alkotta közép-magyarországi régió. Lenne alkalmas arra, hogy azokat az európai uniós alapelveket és követelményeket teljesíteni tudjuk, amelyeket nem azért kell teljesítenünk, mert az európai csatlakozás során ezt következetesen érvényesítenünk kell, vagy előírnánk nekünk, hanem azért, mert minden bizonyíték amellett szól, hogy regionális szerveződésben működtethető egy ország gazdasága decentralizált módon, illetve ennek következtében hatékonyan és eredményesen.
Végül még annyit, hogy azért kell tehát régiókban gondolkodnunk, mert így tudunk, ez az EU-konform magatartás, tehát így tudunk az Európai Unióhoz könnyebben csatlakozni, vagy pedig fordítva kialakultak ezek a régiók, és a csatlakozás ezt csak felgyorsítja. Én azt mondom, hogy a gazdasági racionalitás diktálja azt, hogy a regionális gazdaság szervezésre helyezzük a hangsúlyt. Tehát nem másodlagos kérdés, a külső elvárás. Nem kötelező a Európai Uniós tagállamoknak áttérni a regionális gazdaságszervezés valamennyi területére. Hosszú időn keresztül kivételes elbánást lehet kérni e tekintetben, mint ahogy Írország, Portugália, Görögország kérte is ezeket a kedvezményeket, de a vizsgálati eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy mindez ezekben az országokban a gazdasági fejlődésnek a rovására ment. Ma már egyértelműen lehet állítani, még Írországban is, amelyet Kelta kis tigrisként, dinamikusan fejlődő országként emlegetnek, de a vizsgálati anyagok azt mutatják, hogy ez a gazdasági növekedés, ami impozánsnak tűnik, jelentősebb lett volna, ha a gazdasági erőforrásokat decentralizálják, és egy alulról építkező nemzeti gazdaságfejlesztési modellt érvényesítettek volna. Ezek a tapasztalatok intenek tehát bennünket arra, hogy félretegyünk minden érzelmi és egyéb vitát, és regionális dimenziókban kezdjünk el gondolkozni. Köszönöm szépen! Kedves nézők, és most a Pécsi Napok eseményei ismét, mint oly sokszor már az elmúlt 8-9 napban. Tegnap a Városi Könyvtárban volt egy irodalmi est, ahol Mikszáth Kálmán születésének 150. évfordulójáról esett szó. A beszélgetést Posta János kollégám készítette, tekintsék meg! 150 éve született Mikszáth évforduló van, és mai előadásának címe Mindnevetne Mikszáth. A kérdés pedig ehhez kapcsolódik. Mennyire tűnt el, vagy éppen mennyire van meg a mostani irodalomban ez a szatíra, ez a közéleti humor? Miről írna Mikszáth, illetve azok az írók, akik most nyomdokaiba léptek, miről írnak? Nem könnyű szatírát írni, soha nem volt az. Ma kiváltképpen nem az, amikor túl komoly a nemzet, és nem csak a szatíra hiányzik, de hát ugye tapasztaljuk, hogy a viccek is lassan elvesztek, és nagyon nehezen térnek vissza. Márpedig jókedvű nép, jókedvű nemzet nélkül nem lehet nagy társadalmi reformokat végrehajtani. Ezt mindig is tudtuk, és ez így is volt a történelemben. Egy nép, amely magát vészesen komolyan veszti, és amely állandóan csak vérfürdőkben, tragédiákban és sorscsapásokban gondolkozik, az nem alkalmas arra, hogy valami derűs, biztatós jövőképet rajzoljon fel. Éppen ezért jogos az észrevétel, vagy a kérdés is, amivel benne van a válasz, hogy természetesen alig-alig van szatírikus éle a mai magyar irodalomnak. Az ember örömmel fedezi fel az élet és irodalommal a Kátángi Menyhért dédunokájának a leveleit, ugye ez a Mikszáth parafrázisokról van szó. Noha még azért nem olyan minőség, mint hogy ezt Kátángi Menyhért írta ezelőtt 110 évvel a Pesti Hírlapban. Ezzel együtt ez már azért valami jó jel. Ezzel együtt azért valami jó jel, hogy azért egy Szakonyi Károly még mindig a tollánál van. Az rossz jel, hogy Csurka István nincs a tollánál, pedig őből lehetett volna egy nagy 20. század végi szatírikusunk. De hát nem erengjünk ezen. Inkább arra a kérdésre próbáljunk választ keresni, hogy vajon mit írna a Mikszáth. Szerintem Mikszáthnak nagyon könnyű dolga lenne, semmi más nem kellene csinálni, mint előveszi a 100-120 évvel ezelőtt írásait, kicseréli a neveket, és akkor végtelen témagazdagságával megint ő lenne a top 10-ben az első. Hiszen ha egy kicsit belenézünk a Mikszáth életműbe, láthatjuk, hogy a magyar társadalomnak, a magyar valóságnak szinte minden jelenségét, színterét megkérdezte és megkérdőjelezte. Akár a Magyar Tudományos Akadémiáról legyen szó, illetve a tudományosságról, legyen szó az irodalomról, legyen szó a kitüntetésekről és az elismerésekről, más helyütt az újságíróskodásról, az ügyvédekről, akik előzönlik Magyarországot, már úgy értem, hogy Mikszáth korában,
legyen szó a parlamentről és a politikáról, hiszen végső soron Mikszátot ez emelte be, mint újságírót, hiszen ne felejtsük el, hogy a legnagyobb magyar újságíró mind a mai napig a köztudatban, hiszen a parlamenti karcolatai révén egy új műfajt teremtve, egy korabeli élő helyszíni közvetítést adott ezekkel a karcolatokkal a parlamentről. Tehát, hogyha mi ezeket az írásokat olvassuk, ne hiányoljuk a videófelvételeket, egyébként is sokkal olcsóbb, mint hogyha közvetítenék. Előttünk van a régi magyar parlament, az unatkozó, a kiabáló, a veszekedő, a közbekiabáló, a kormányt lemondásra felszólító képviselőivel, a partalan vitáival, a szélsőséges megjegyzéseivel, magatartásával. Mikszátnak az a zsenialitása, hogy ő meglátta korábban és kora magyarságon az egyetemest, az örökérvényűt, amitől mi magyarok, magyarok maradunk, amíg a világ világ. Ez a nemzet olyan marad, amilyen, hiszen ő is megmondta, hogy végső soron csak a jelmez változik, de a karakterek azok állandóan megmaradnak. És ő is azt is megmondta, hogy végül is, hát tulajdonképpen úgy van ez valahogy Magyarországon, hogy ez a nép már megbűnhődte a múltat, megbűnhődte a jövőt, de úgy látszik, hogy egyszer majd ezt a jelent kell megbűnhődnie neki igazán. 120 éve írta, ki tudja, nincs-e igaza most is. Talán nem érdemtelen szólnunk a vidékről, a vidéki életéről, hiszen sokan szociológusok, irodalmárok is a rendszerváltás egyik nagy vesztesének tartják a vidéket, a vidék lakosságát. Mikszát hogyan látná most a vidéket? Ez azért jó kérdés, mert Mikszát maga is vidéki volt. Eredete, Nógrádhoz kötötte, pesti kudarcok után Szegeden talált magára, a vidéktől kapta meg azt a szabadságot, szellemi és lelki szabadságot, amelytől ő aztán kinyílt és megnyílt, és egy csapásra európai rangú magyar szellemúriás lett. Ő már akkor tapasztalta, hiszen Szegedről hova vezetett az útja Budapestre, már akkor tapasztalta, hogy egy nagyon egészségtelen folyamat indul meg Magyarországon, hogy az ország, ami akkor jóval nagyobb volt, és jóval távolabb voltak a perem részei, folyamatosan kezd beszűkölni egy közegbe. A gazdaság, a kultúra, a közlekedés, a szociális ellátás és annak színterei folyamatosan kezdenek szép lassan elhalni. Nem véletlen, hogy életművének egyik nagyon fontos és arán a kevésbé területe az erdélyi kérdés. Ami azért is ugye kiemelendő, mert ő 25 évig erdélyi képviselő volt, és nagyon jól látta, hogy mi magyarok mennyire sorsukra, hazai magyarok mennyire sorsukra hagyjuk az erdélyi magyarokat, és hogy ez milyen negatív jelenségekkel jár. Egyik oldalon a tudományban, a gazdaságban, az oktatásban, a műveltségben, a másik oldalon pedig ott hagyjuk egy szász és román holló közepette, és hagyjuk szólnék, hogy szép lassan lecsippentsenek belőlük egyre többet. Ezt ő teljesen tisztán látta, tehát ő komplexen látta a vidéki kérdést, úgyis, mint nemzetgazdasági, nemzettudati kérdést, de úgyis, mint nagyon feszítő nemzetiségi kérdést. És amilyen zseni, a 20. század végén ugyanezekkel kell szembenéznünk ma Európában, és itt Közép-Európában, és azt hiszem, erre nem kell emlékeztetnem a pécsi tévé nézőit, elég, hogyha kinyitják a sajtót, és felütik a Szlovákia címszónál. Néhány sort szeretnék önökkel megosztani. A Székesfehérvári Társaság télire Pécsre ment. Ott igen műértő közönség volt, amely szeretett színházba járni. Zenekar is volt, a társasági énekes tagokkal szaporodott, nagy operákat is adhattunk. És ahhoz értő közönség majd minden házban zongora. Itt aztán elememben voltam. Ez a négy sor Dériné naplójából származik, vendégünk pedig jó estét kívánok, Bezeridi Győző történész. Az idézet pedig egy olyan könyvből volt, amelyet önírt szerkesztett, részben önírt szerkesztett, és tanulmányokat is önírta hozzá, és az a címe, hogy Németnek Bécs, Magyarnak Pécs, és a Pécsi Napok alkalmából jelent meg. Milyen tág, átfogó képet az Pécs kulturális szellemtörténeti életéről? Azt kísérheltem meg bemutatni ebben a könyvben, hogy azok az emberek, akik Pécsre látogattak egykoron, vagy talán pécsiek voltak, és elszármaztak innét, és visszaemlékeztek a városra, milyen élményekkel távoztak innét el, hogyan tetszett nekik a város, milyen volt a benyomásuk a városról. Ezt megírták. Ezek nem szép írók, nem
kiváló szakavatot írók, ezek egyszerű emberek voltak. Mit írtak Pécsről? Na most hát ez időben visszafelé el kellett indulni az első írásig. Az első írás ez a török előttről való. Olá Miklós, Istvánfi Miklósnak az írása Pécsről, ő is, Olá Miklós is visszaemlékezett egykori pécsi napjaira, és írta le az élményeit, főleg nagyon szépen ír a pécsi emberekről, akiket kedélyes embereknek tartott. Aztán jött a török korszak, a török korszaknak a kiváló történetírója, aki mint egy riporter úgy dolgozott a munkájában, leírja a Pécset, de nagyon aprólékosan, és egy hallatlan érdekes és izgalmas és értékes az írása azért, mert a következő évben következett be Pécs első tragédiája és az Zrínyi hadjárata, melynek során elpusztult a város. És ezzel elpusztult a középkori Pécs. És az utolsó szemtanú ő volt, aki még látta, ha nem is az eredeti pompájában, de azért látta a középkori várost, és ezt írta le. Ezért nagyon értékes számunkra az ő írása. A török kiűzése után ez egy romhalmaz volt. Az nem is legenda, amikor azt mondják Pécsről, hogy azon tanakodtak Bécsben, hogy egyáltalán érdemes-e hozzákezdenek a városnak az újjátelepítésével és a újjáépítésével. Mégis bekövetkezett ez, és egy nagyon-nagyon szegény város épült. Azok az első látogatók, akik Pécsre érkeznek, és ezek között például franciák, németek voltak, ezek bizony elsősorban csak a táj szépségét tudták kiemelni, más dicsérni való nagyon nem akadt a városba. És majd csak 1780 után, mikor szabadkirályrangot kapott a város, akkor kezdődött a fejlődés. És azok a látogatók, akik akkor érkeznek Pécsre, ezek közé tartozik például Hofmann-Zeg, akit kényszerűen tartózkodott itt, mert házi őrizetben volt, de annyira megszerette ezt a várost, hogy elkezdett magyarul tanulni, és nehéz szívvel ment innét el. És csodálatos dolgokat ír a pécsi emberekről, magáról a városról, a Szüretről például. Nagyon sokan írnak a Szüretről, ami egy különleges és egy nagyszerű dolog volt Pécset, sokkal vidámabb, sokkal szebb, mint amilyen napjainkban. Napjainkban nagyon elszürkült ez. Mulatságok, mozsarak durrogtak a Havihegyen például az ünnepségek alkalmával, és sőt még ököt is ütöttek ott is a tetjén. Nagy ünnepségek voltak ezek, a Szüret az csodálatos volt Pécset állítólag abban az időben. Hát az ő leírásuk alapján lehet erre következtetni. A múlt század második fele az, amikor Pécsből igazán város lesz, és azok az emberek, akik már akkor jönnek Pécsre, azok már egy fejlődő, gazdagodó várost írnak le írásaikban, de ez a szénnek köszönhető. Tulajdonképpen erről szól a könyv, ezeknek az embereknek az élményeit mutatom be a könyvben, és az írásaik alapján megpróbálom rekonstruálni a várost. Például a középkori várost, ami borzasztó nehéz, mert ugye hát semmi nem maradt meg belőle. Vagy a törökkor Pécs városát, amely 143 év alatt átalakult egy keleti jellegű várossá. És utána a romba dőlt várost és a lassan épülő, majd gyorsan fejlődésnek induló várost 19. század második felében. Ezek az én tanulmányaim erről szólnak. Na most a könyv mellé megpróbáltam olyan illusztrációt is adni, amelyek a régi Pécset mutatják be. Hát egyrészt metszeteket, ezek a metszetek, a legelső kép az egy pecsét a török elleni időből, amikor rajta van a városon képe a pecséten. Utána metszetek a török korból, a török utáni időszakból, és a múlt század közepétől, amikor a fényképezés elindult, akkor olyan fényképeket, amelyek jó részt ismeretlenek, de valamennyi olyan részét ábrázolja Pécsnek,
amely azóta nagyon-nagyon sokat változott. Hát a Széchenyi tőlen is beszéljünk. Széchenyi is rengeteget változott egy 100 év alatt. Más a városháza, más a nádorszálló, másképp néz ki a belvárosi templom, az úgynevezett Gázi Kászim Pasa dzsámija, a gimnázium is a másik oldalán, tehát minden részében rengeteget változott, de az én képeim azok olyanok, amelyek az előzőt mutatják be. Ilyen a Király utca is. A Király utcában is olyan képek kerültek be, amik ma már nem léteznek. Például a Pécsi Nemzeti Színház helyén álló dominikánus kolostornak az épületét is megpróbáltam bemutatni. Én nagyon remélem, hogy a kedves nézőknek nagy kedvet csináltunk ehhez a könyvhöz, amelynek ismét mondom, az a címe, hogy Németnek Bécs, Magyarnak Pécs. Majd folytatjuk ezt a beszélgetést Pécs történetéről. Ez sajnos nem sokára a híradó kezdődik, úgyhogy most ezt fel kell függesztenünk. Csak azt akartam mondani, ez a Németnek Bécs, Magyarnak Pécs, ez egy közmondás volt a múlt században és az azelőtti időben. Csak elfelejtettük. De reméljük, most már emlékezni fogunk rá. Köszönöm szépen a beszélgetést, és önöknek a figyelmet, kedves nézők. Nem sokára a híradóval jelentkezünk.